Ez jó. És nincs les. Dragoner mehet. Dragoner. Jön a beadás. És fölé. Kartik. Ez is elengedi. Ötvös. Az lassan lövő helyzet. Ötvös. Hát igen, ilyeneket azért el kéne lőni. Dragoner. Na majd ő ellövi. Vesevéd nagyot. És aztán a kipattan... Hát van visszatettek a Tamásnak. És most így még szépíthet is a Nyíregyházat. Dragoner kilép. Óriási védés besétől. És bepattan. Pekár húzza meg a jobb szélen, ő ugye duplázotta a Dorog elleni mérkőzésen. Remek a beadás, és Dragoner Filip tette ezt kap. Köszönhetően pedig előbbre is lépnek majd a tabellán. Dragoner még mindig tovább viszi Bajzát, nagy lövés mellé. Dragoner mehet a bal oldalon, de nem kíséri bent középen senki. Dragoner meghúzza egyedül, Dragoner a 16-oson belül, óriási helyzet, és nagyot véd Zöldesi. Ez a 2-0. Át a hosszú oldalra, le lehet venni, ott a lövő helyzet, levágódik, gól! Dragoner Filip! Egyházi lábra, ez egy hosszú indítás, Vasicskunak kell versenyt futni, ez nem az ő műfaja. Most megelőzték a nyíregyháziek, egy visszagorított labda, helyzet és Patkós Imre! Csodálatos! Bejárunk. És egy gyors nyíregyházi akció, középre gurított labda, gólhelyzet, gól! Középre gurított labda, gólhelyzet, gól, a 29. Dragoner belép el a 16-oson belőre, jó a csel, és még mindig ott van, lendíti a bal lábát, berúgja, 1-1 a 65. percben.